Szervusztok, srácok! Máron 9. alkalommal fogunk belevágni a Diablo 3 utolsó szezonjának szóló szezonáros kalandjaiban. A Season Journal-ünk úgy áll, hogy legutóbb sikerült befejeznünk a Champion-t, úgyhogy most a Destroyer-rel fogunk haladni, a Conqueror-ral, illetve a Guardian-nal. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig fogunk tudni eljutni. A legutóbbi streamben sikerült összeraknunk a pörgőforgós buildet, amivel nagyon jól lehet speed farmolni a Greater Rift-eket. Ezt ha van helyünk, akkor hát... igen, ez... ezt nem gondoltam át. Szóval, ezek így itt maradtak. Ezek így itt maradtak, és itt rendet kéne rakni. De ettől függetlenül megmutatom nektek, hogy miért lehet itt pörögni ezzel a build-el. Tudom már, mit szerettem volna még csinálni így a két Diablo stream között. Rendet rakni az inventory-ba. Az most nagyon hiányzik. Na nézzük. Szóval ez így néz ki. Megyünk. Elnyomjuk ezt. És akkor így... néha nyomunk egy kis bal klikket, hogy a momentumot feltoljuk, hogy 20-as legyen, nyomunk 4-es legyen shieldünk, és akkor ez amúgy ilyen. Néha egy bal klik. Így a Diablo 4-en mi lehet, hogy a 4-et nyomod? Hát a 4-el az van, hogy kinyomtam a... tehát, hogy végigcsináltam a Battle Pass-t. Úgyhogy várok a Season 2-re. Úgyhogy nem rossz a Diablo 4. De ja, ott végeztem a Journey-vel, úgyhogy várom az új szezont, aztán újra pereg majd. Hétvégén megkaptam az új Zeldát a feleségemtől, eléggé beszippantott. Hú, ne is mondd. Zseniális. Zseniális a Zelda. Hát itt aztán vannak elitek. Na és akkor ennyiből néz ki egy rift. Ide jövünk, lecsapjuk a boss-t, azt csám. És ez egy ilyen két perc, másfél, két perc, attól függ, hogy milyen gyors vagyok. Ez egy ilyen hosszúságú móka. És mondtátok, hogy 90-esöt érdemes menni, mert fölötte már úgyse dob plusz, annyi plusz dolgot. Na jól van. Most csúnya dolgokat fogunk csinálni. Egyrészt még rakok be ide pár itemet. És itemeket fogunk válogatni. Baromi uncsi és baromi monoton dolog. Szerencsére egyszerű, mint a Diablo 4-ben. Szerencsére egyszerű. Azt mondja, hogy mi az, ami nekünk nagyon-nagyon-nagyon kellene. Például a nadrágból jó lenne én söntöt kiszedni. Nem jött össze. Szóval ja, meg tudlak érteni, hogy beszippantott a Zelda. Na az mi lesz? Ez a mi nadrágunk, azzal a különbséggel, hogy kevesebb rajta a primary stat. Aha. Viszont a primary skill többet damol. Hát akkor ezt lehet, hogy cserélni kéne.
És akkor azt meg beolvasztjuk. Beolvasztjuk a kockába. Most vissza tudunk menni, felszedni az elmaradt Blood Shardot. Az én nevem Morsi. Nagyon jó, az ott 25-ös, az ott 35-ös, az pedig 15-ös. Hogy mennyi... Ó, bőven van a lapunk mindent betenni a kockába. Mindent is. Hol van? Kezdődjék át a szuper izgalom. Azt mondja, hogy... hát mondjuk kezdjük innen, ahova most mindenfélét bepakoltam. Jó van. Van ott Ancient cucc. Abban nem vagyok biztos, hogy ilyenünk van a táskában, úgyhogy azt megtartjuk. Blackthorn az nem kell. Necro cipő pláne nem kell. Ugye ez a Depdiggers, ez... Aha. Hát nem tartjuk meg. Hoppá, egy Ancient Aquila. Olyanunk van. Az Unhallow setnél nem tudom, hogy mi az, ami megvan. Ó, basszus, azt hittem, hogy egy Depdiggers. Jó, hát ez a pukizós gatya, ezt lehet, hogy megtartjuk. Ez a hexing, ez a monkos buildekbe jól szokott jönni. Hát kiesett egy gátvállas, de nem. Hát végül is ez is maradhat, mert hogy lehet, hogy így kellett majd valami buildbe, valami chakramos buildbe, nem tudom. Wizard only. Amúgy. Azt lehet oda kéne adni a társnak. Hát nem tudom, hogy ebből is így mi kell, úgyhogy ezt is így megtartjuk. Aztán max szétszedjük. Set item. Szintén set item, abból se tudjuk, hogy pontosan mi az, ami kell. Az a fegyver is jó, hogyha megmarad. Egy jó dón. Az meg nem kell. Na nézzük. Na tessék, ebből még nem volt meg a válasz. Nadrágunk az már van, úgyhogy azt szétszedhetjük. Natalia kesztyű, az is van, még hozzá Ancient, azt is szét lehet szedni. És akkor... Hát ilyen íjunk még itt nem volt a gyűjteményben. Ilyen fegyverünk sem. És ahogy látom, ilyen Valaz Bequest se volt eddig. Tyűha. Kezdünk itt nagyon betelni. A különféle Demon Hunter-es cuccokkal. Jó, akkor ezt ide tesszük. Itt volt Aquila? Nem, de nem is Aquilát akartunk. Mondjuk lehet, hogy amúgy jó.
Én úgy emlékszem, hogy az Aquila jó lehet buildekben. Aztán... Aha, van ilyenünk is, úgyhogy ezt betesszük a kockába. Oké. Na nézzük. Szóval... Ez, amit most éppen berakok? Ez a Sentris? Na, hát ez pláne jó. Ja, mellény. Uh-huh. Community. Na, igen. Jó. És akkor jöhet a többi. Jöhet a többi item. Nadrág az nem kell, úgyhogy azt kukázzuk. Szetánytemeket most nem veszünk ki. Na, tessék, ott van még egy Aquila. Jól van, hát ezt berakjuk akkor a kockába. Ez meg akkor marad. Jó, hát akkor ez is jöhet, ez is megy be a kockába. Ez egy lakóni, hogyha minden igaz. Na, esett egy skorn. Hoppá, egy Arkstone. Betesszük. Egy Ingeumot is berakunk. Jó, azokat szétszedjük. Fulminátor is mehet be. Na, a törött korona is mehet be. Fury of the Ancient-es válasz, barbár válasz mehet be. Ez amúgy kb. Pazarlás, amit most csinálok így, hogy ezt is beraktam. Jó. Szia Scott, szia Nózi. Persze, az a gyűrű is mehet be. Broken Promises. Persze. Azt is betesszük. Na, a kockákat legalább össze lehet rakni. Aha, az is kuka. Szintén. Skorn is kuka. A csakrám csinál 3 hétridet. Biztos ez is kell. Az helyzet, hogy ez nem rémlik, hogy meg lenne, úgyhogy gyorsan elmegyünk. Jó, megvan. Megvan. Itt van a potion gyűjtemény. Nézzük csak. Szóval egy öv. Hát én ezt itt nem látom. Úgyhogy ez jött ide. Ja, ez chestnyitő? Chestnyitós. Uh-huh. Jó. Azt meg kéne nézni, hogy
Ez a Shadow Set, az van. Ez se kell. Minden skill a follower-re. Jó, azt is beolvasztjuk. Azt is. Persze. Van resource beolvasztani. Nagyon jó. Majdnem megvagyunk egy ládával. Ott egy Primal Ancient amúgy. Na nézzük. Hoppá, Marakaleidoszkop. Azt a Hauntosat berakhatnánk. Meg a Justice Lanternt is. Azt a Dovut is. Az ugye nemrég esett, úgyhogy ez is a beolvasztósokhoz megy. Hoppá, ez viszont jó. Na azt nézzétek, még egy Ancient Lacoon is esett. Ezek itt a beolvasztósok amúgy. Ez az eladós lesz. Beolvasztós. Ja, olyat már raktunk oda. Hát két item volt innen hasznos amúgy. Most, amit csinálunk, ezzel megtöltjük a kánai cube-ot, ezt amúgy szeretem. Te vagy már egy túlórázás, démonértó. Lassan amúgy 1 milliárdunk van goldban. Nagyon jó. Ezt menő lenne amúgy megtölteni. Ó, tényleg még puzzle ringet is kéne belerakni. Szóval... Van egy olyanunk, hogy egy ilyen. Ez az Agustina. Aha.
Jó, és akkor ezt pedig ide rakjuk. Azt kéne megnézni, hogy... aha, szépen fogynak amúgy. Szépen fogynak skacok. Hopp, azt nem. Ó, egy Ashbringer. Na tessék, egy Hexing Fant, ami még ilyen sönt is. Oké. Okay. Ja, nem is ide akarunk jönni. Az Ashbringernek nagyon örülök. Na, jöttek új transmogok, egy jó Unity, az megy be. Ja. Na, ott az elusive ringünk is, ezt majd megnézzük, mert ez lehet, hogy upgrade. Ez mit ad amúgy, ha szétszedjük? Ez is ad egy Forgotten Soul-t. Nice. Stone of Jordan. Na, lehet, hogy ez is amúgy hasznos. Hát ez amúgy beolvasztani az hasznos, az is hasznos, azt meg beolvasztjuk. Szerintem azt is beolvasztjuk. Benus Maximus, köszi szépen a támogatásodat. Ronda. Köszi szépen az 55 hónapot. Templár nem tud meghalni, ezt majd meg kell nézni, hogy ez mennyire jó. Bulkatoszos gyűrű. Nem tudom, az is mennyire hasznos. Na, az a Zoe az is lehet, hogy hasznos, úgyhogy azt is oda tesszük. Na, a Kimbo is megy be. Hát ez azt mondjam, majd meg kell nézzük. Ha más nem, akkor beolvasztjuk. Ja, hogy ott már van kettő? Hát akkor ez eladás lesz. You have returned. Shippy, köszi szépen a fél évet. Köszi szépen a támogatásodat. Aha, persze, azt is berakjuk. Azt meg eladjuk. Uh-huh, jó, ezt is inkább beolvasztjuk. Ezt eladjuk. Eladjuk. Azt is eladjuk. Azt is. Persze, hogy beolvasztjuk. Azt meg, ez meg hasznos. Az is hasznos, az nem hasznos, és az se hasznos. Jó. Köszi szépen a pergetést. Ja, a templár nem tud meghalni, az elég hasznos, igen, igen. Aha, Sin Seeker. Ja, és fullos a roll rajta, a legendary roll, nice. Jó, az is ancient. Arra a damage van rajta, azon meg bleed. Jó, ez jobb. Köszi szépen, srácok. Köszi szépen a pergetést és a támogatást. Köszi, Sipi, hogy a Rime-ot te is rám használtad. Mennyit szenvedtél a szetekért? Hát az most már itt pikpak kipottyan. Az elusive ringet akarom majd megnézni, hogy az... 38,4,5. Hát jobb amúgy. Az 53%, az meg 59. Nem sokkal jobb.
Nem sokkal. Igen, ezt meg kell még nézzük. Stone of Jordan. Aztán ez a Zoe. Nagyon jó. És akkor van még egy ilyenünk. Na nézzük meg, opá, nem ezt a gombot kerestem. Tehát a miénk. Rezi Armor Vitality. Jó, adjad. 40 millióról megy, 42 millióról. Eddig mit gondolsz a 3-ról meg a 4-ről? Mármint, hogy... szerintem nagyon jó lett a 3. Tehát, hogy így nekem nagyon tetszett a 2 után. És a 4 meg baromi jó lett. Attól függetlenül, hogy... ha nem nézzük az endgame-et. Az endgame-e annyira nem lett jó. Mert hogy nem nagyon van, ugye? Az a gond a Diablo 4-el, de hogy ez így, pár, hát hogy 1-200 óra után jön elő, addig így okés. Amúgy meg ott van az is, hogy egy karakterrel előjön az, hogy kevés az endgame, de hogyha nagyon Diablo fan vagy, akkor meg nyomod másik karakterrel, szóval hogy ennyi. De nem az a cél például, hogy elérd a 100-at. Tehát, hogy az nem egy olyan max szint, mint így az RPG-ben a max szint, hanem az így már így a... mint hogy a paragont húznál, tehát az 50 után. De nekem nagyon-nagyon tetszett. Egyébként. Basszus. Félem MMO stílus miatt máshogy tervezik az endgame-et. Nekem mindegy, hogy mit terveznek, de hogy így... tehát, hogy teljesen céltalannak érzem azt, hogy a Nightmare Dungeon-okban miért csinálják a 35-nél jobbat, 40-et, miért csinálják 50-et, vagy éppen 100-at. Tehát, hogy így nincs értelme. Mármint de van, mert le tudod fotózni, azt ki tudod rakni, hogy mekkora menő vagy, meg megöleted az Uber Lilith-et is, amiért kapsz egy paci skint, meg title-t, meg hogyha a Season Journey-t megcsinálod, akkor kapsz title, de hogy ez így... nem tudom, nekem annyira nem értékes. Na ott a pukizós, azt betesszük. Na szerintem ilyenünk sincs még. Amúgy az is jó. Ez is jó. Az előző szezon brutálisan jó volt amúgy a Diablo 3-ban. Ha másért nem, akkor az azért megérte visszatérni. Jó, azt is betesszük. Megölted az Uber Lilith-et onnan, hova tovább? Mert hogy másik build-el is megölöd, meg mert az is, hogy másik karakterrel megölöd. Ennyit tudsz tenni. Magyarítást elvárnál? Az a gond, hogy
ahogyan készültek 10 éve a Blizzard játékok, azok úgy vannak megcsinálva, hogy nem lehet őket magyarítani. Ja, itt még rendet is kell raknunk. Tehát, hogy egyszerűen nem tudnak belekezdeni. Szávasz, Joker! Szia, Szemez! Üdvücskacok! Lassan már csak set itemek lesznek. Mit takar a jelenlegi szezon a Diablo 3-ba? Nyílnak ilyen portálok random, hogyha bountyzol, amikben bemész, akkor brutálisan jó mati dropok vannak, meg item dropok. Nem baj, ezt szétszedjük. Hát tartja meg a fene. Ez a szezon nem annyira izgalmas, mint az előző, de ettől függetlenül nem rossz. Kíváncsi leszek majd a következőre, ami már ismétlés lesz, viszont lesz Altar of Rites, ami egy hatalmas quality of life dolog. Úgyhogy ha ezért a szezonért nem is tértek vissza, a következőt érdemes lehet kipróbálni, hogyha az előzőt kihagytátok. Hát azt is amúgy betesszük. Szevasz, madari. A karbonára volt. A karbonoknak az ára. Hát innen nem tudom, mit kell megtartani. Vagy mit nem. Hoppá, egy Danetta. Na, azt is amúgy betesszük. Innen valószínűleg az Ancient-öket kéne megtartani. Na nézzük. Ez a fókusz, ez így szörnyűnek tűnik. Ez is szörnyűnek tűnik. Hát a Natalia gyűrű, az mit tudom én. Nekem még a megfelelő fegyvert kell kifarmolni, szépen haladok, a Sad Dungeon teljesítés miatt kelleni fognak azok a dolgok. Én nem vágom, hogy haladhatsz ilyen lassan, Szemez. Mármint, hogy mi az, ami nálad ennyire, hogy is mondjam, ami miatt ennyire lassan haladhatsz a game-be. Nem tudom, nálam ilyen 5-10 óránál jött el az, hogy így felmentünk Torment 16-ra. Azt értem, hogy sokat dolgozik ma, mit tudom én, de hogy pár óra alatt max szintre lehet menni. Ez is kuka. Ja, ezeket meg kell nézni. Nekem ez a meteoros mágus volt az előző szezonban, az rohadt jó volt. Én
érdemes amúgy azt csinálni, szemez, a fegyvernél akadtál el nagyon, hogy upgrade-eled a rare itemet. Legyártod, azt upgrade-eled. Na nézzük. Nem kell. Ja, Marauder-es kesztyünk még nem is volt. Kell a Natalia cipő. Nem. Az a Marauder sap is sem kell. Az a nadrág se kell. Nála 8 óra volt a max szint. Én már nem emlékszem. Azt tudom, hogy az első pár szint az nagyon kemény volt. Hát, majd Ancientre cserélünk. Ja, abból is van Ancient, és az. Az meg gyengébb. És ez. Nataliából meg még nem is volt nadrágunk. Hát amúgy nem rossz. Tehát hogy ezek nem rosszak. Például ebbe a buildbe nem kell az attack speed, a másikba meg kellett. És ez pont lovos. Van Natalia gyűrünk is. Jó, se kell. Én majd SSF-et akarok kezdeni. Ja, én azt kezdtem. Na, srácok. Mindjárt kész leszünk. Szép üres lett a stash. Már csak ezeket el kell tenni. Nem sietek sehova, nem zavar, hogy lassan haladok. Level 76 után is alig akarok haladni, kicsit unalmas. Hát amúgy ezt meg tudom érteni. Hoho, egy nekró cipő. Na tessék, egy upgrade. Az biztosan upgrade. Azt be akarjuk ugye olvasztani. Azzal nem tudom, mit akarunk kezdeni. Hoppá, egy vizárd kesztyű. Jó van, ezek nem kellenek. Na, se kell. Na,
Na, az a Natalia kesztyű az akár jó is lát. Azóta találtam a Treasure Goblin-t. Hát nem tudom, azt hiszem a legutóbb ebbe a nyílásba találtam. Vagy mire gondolsz? Ja, azt inkább rolloljuk. Ja, hát igen, az nem jó. Hát döntetett, hogy aha, monkozni fogunk. Monk lesz a kövi. Szóval crit hit damage kell nekünk ide. Tökéletes. Szóval kell nekünk egy Ancient Nazi, továbbra is. Aztán még mindig Ancient nadrág kéne. Ez jó menet volt. Egy set item. Na jól van. Megyünk még egyet, csak hogy még válogathassunk egy kicsit. Csak hogy legyen valami játék is, ugye? Rainbow Goblin-nal nem találkoztam még ebbe a szezonba. Ja, meg lett a 666-os paragon. Ez most nagyon jó idő, amit futunk. Hát nem. Azt hittem jó időt futunk, de nem. Amúgy egyet kéne menni, hogy ugye híleljen. Úgyhogy lemegyünk még egyet. Mi?
Valamit ott hagytunk? Ja, még egy maradt. Ja, köszi. Izé, Vizsdokinak is a csirkés egy elég gyors. Nem tudom, hogy az mennyire valid. Mármint, hogy így most ebben a szezonban mennyire működőképes. Vizsdokizni is nagyon szerettem. A DH volt az, ami szerintem ez a második szezonom amúgy, hogy DH-zok. Én nem nagyon DH-ztam. Szerintem jöhet a következő... Ja, nem. Azt akartam mondani, hogy jöhet a következő pálya. Hello! Ennyire rossz a Diablo 4, hogy inkább Diablo 3? Nem, csak hát a Diablo 4-ben megcsináltam a Battle Pass-t, ami így cél volt a szezonban. És mivel ez az utolsó szezon a Diablo 3-ban, ami ilyen egyedi, ezért ezután már csak ismétlés, gondoltam megcsinálom akkor már a Journey-t. De amúgy jó a Diablo 4, attól függetlenül, hogy hiányzik a játék vége. Attól függetlenül amúgy jó. Meg ha most így nagyon diablózni akarnék, akkor mehetnének más klasszal a Diablo 4. Ami fájdalmas, az hogy más buildbe átmenj, kipróbáld magad, az nagyon nem kényelmes. Hát a conquestek az nagyon jó kérdés, még nem néztem meg. Annyit mondtatok, hogy kell húznom egy másik karaktert. Úgyhogy azt tudom, hogy kell egy másik kari. Azt a fegyvert lehet nem kellett volna szétszedni. Most már mindegy. Azt a sapkát sem. Barbárt nagyon tönkretették? Na látod, ezt amúgy nem tudom, mi van a barbárral. Jó, van az úgy. Amúgy... Szevasz, Mauzion. Na, ez például jobb. És erről le is tudjuk szedni a dexet, hogyha akarjuk. Mondjuk a dexnek több értelme van valószínűleg, mint a resource costnak, úgyhogy lyukat csinálunk rá inkább. Abból.
Az Oculus Ringet azt be akarjuk tenni. A Convention of Elements az valószínűleg amúgy nem kell ide, de azért abból is megtartunk itt kettőt, hátha. Az kuka, az pedig a kockába. Na jól van, srácok, akkor most neki megyünk a Challenge Riftnek. Szerintem este letöltöttem a Cyberpunkot, délután már pörögetem. Na, jó szórakozást hozzám, Mauzil. Kíváncsi leszek, hogy tetszik majd. Így jó pár óra után. Na, skacok. Egy jó vizsdoktorozás. Ezt már szeretem. Azt mondja, van pirányánk, Locust Farm, Soul Harvest, Spirit Walk, zombi kutyákok. És ez egy Ancient Set. Nem is Ancient Set, ez csak ilyen izé, legendásokból álló dolog. Jól van. Szóval kéne nyomni Soul Harvest-et. Ez így valószínűleg amúgy elsőre nem lesz jó. Nem néztem meg annyira, hogy ez így mit csinál. Az mondjuk gáz volt. Jó, megnézem, mert ez zavar. Szóval. Az Undead és a démon ellenfelek sokkal több sebzést kapnak és nokkolódnak. Movement speed nő, ahogy a sebzésünk csökken. A sebzés átmegy a zombi kutyákhoz. A gargantuánból lesz 3 és növelődik a sebzés. Resource spendinggel támadunk, akkor megy le a CD. Csökken a bekapott sebzés, hogyha Soul Harvestünk legalább 3-ason van. Amíg 92% fölött van a primary resource-unk, addig még 50% def. A cold skill-ek többet sebeznek, több esély a fogyasztásra. Locust Farm és a Hound gyorsabban sebez, és rángatjuk az ellenfeleket. Jó. Aha, szóval az most nem talált be. Szívás, ez a berántás, erre próbáltam figyelni, de nem jött össze. Jesus! Jó, hát ez akkor mehet is előről.
Heretics Forka. Az micsoda? Ja, az a játék. Azt hittem, hogy valami item, ami nálam van. Már megijedtem. Nem néztem rá benn. Basszus. Pedig most azért jobban álltunk. Oké. Az a gond, föl kell tolni a Soul Harvest-et. Jó. Most már előrébb vagyunk. Ezen 850 paragonnál hagytad abban. Hát nagyon rosszul állunk, ez a párhalál, ez nagyon oda tett. Na, 45 szak. Bár ebből több mint valószínű, hogy újra töltés lesz. Az ott egy shieldes? Nem, az egy channelinges. Oké.
40 szák. Sajna ez ennyi. Szevas ilyen. Ó, itt van kettő pakk is. Na, paladinozni, meg aztán tényleg 1000 éve paladinoztam. Az rémlik, hogy legutóbb ilyen shotgun paladinnal játszottam, amilyen puffogtatott. Az lehet az a bombardmentes? Potyogtak az égben, nem? Akkor ez nem az.
Ó, basszus. Na baj. Ebből még fel tudunk állni. Szia Fish, szevasztok srácok. Na 5.46 alatt sikerült. Érdekes volt ez a build. Meg kell, hogy mondjam. Jaj. Na most így kicsit több mint egy óra után végre akkor mehet a journey. Szóval, azt hiszem kell craftolnunk egy Hellfire amulettet. A Hellfire amulethez emlékeim szerint át kell jönni ide, Act 2-re. És akkor meg kell venni a receptet. Kész. Meg kell ölni Belial-t és Azmodant. Ó. Jó, ezzel nem lesz gond. Ez a része a journey-nek. Easy. The world is mine, azt mondta. Video dying, meg videót getting hit. Jó. És ez a Lord of Losing? Ja, látom. Jó, és akkor most jön. Azmodan. Igen, Torment 3 vagy nagyobb, ez pedig, hogy ő se találjon minket el.
És kész lett a Destroyer, srácok. Következővel már Stash Space jön. Két conquestet meg kell csinálni. Az egyik a Set Dungeon masterelés szerintem, amúgy nem tudom mik vannak. Augmentálni kell, reforzsolni kell Legendary itemet és Diablót megölni nagyon gyorsan. Tehát akkor most az lesz a feladatunk, hogy átmegyünk Diablót ölni. Mindjárt megnézzük amúgy a Diablót, hogy milyen conquestek vannak. Hát igazából bemeltünk. Gyorsan végig szaladni. Az átjárót. Oké, kezdődik a vadulás. Szávasz, Willi! Na, sok még van egy. Ó, igen! Nagyon jó. Micsoda gyilkoló gép vagyok? Köszönöm. Sokat gyakoroltam. Szávasz, Drake Boy. Azt írják amúgy, hogy ezt nerfelték valószínűleg. Ezt a goblinos vision-t. Mert hogy innen azért több loot esett, mint a goblinoktól, pedig ezek ugye random mobok. Na, esett egy új íj. Ó, Witching Hour, de menő. Azt megtartjuk. Azt is megtartjuk. Egy jó shield, egy intes shield. Híres varázslók, ugye? Híres shieldes varázslók. Na, olyanunk például nem volt. De azt csak a kockába tesszük.
Jó. Nagyon jó a loot. Let's go. Jó. Nagyon jó. Fogy, fogy. Nagyon jó. Nagyon kemény amúgy. A legendary drop rate itt. Ezért is érdemes csinálni ezt. Na hát ez nem dobott semmit. Szemétje. Ő csak itt így elbújt. Ja nem, mert hogy ő zárja, tényleg. Elfelejtettem, hogy ő a zárós goblin. Jól van. Nem ugye se rémlik, hogy az lenne. Oho, oho. Na tessék, Gold Wrap, azt is megtartjuk. Egy jó puzzle ring. És akkor most mehetünk vissza Diablót ölni. Hát ha most senki nem akadályoz meg minket. Na ez 100 enemy ölős. Az még bent van conquesteknél, hogy 300-at kell megölni. Vajon. Na, 195-öt sikerült, 177-et sikerült. Majd el kell menni arra a helyre, ahol azt így meg lehet csinálni. Valaki emlékszik, hogy akt egyen, hogy hívják azt a helyet? Melyik helyre kell portolni? Már ha az még conquest egyáltalán.
Elfogytunk, srácok. Szia, Diablo. Az a feladat, nagyon gyorsan meg kell halnia. A Prime Cut az azt jelenti, hogy Torment 4 fölött kell megölni, a Tension pedig azt jelenti, hogy ne találjanak el a cuccai. Jó, és akkor a Journey-be most meg lett az 1 perc alatt megölős. Kánai Cube, két Kánai Cube-unk van, meg két Conquest. Szóval van egy olyanunk, hogy reforge-olni kell egy Legendary-t. Nagyon jó. Ha már itt vagyunk, akkor megcsináljuk vele ezt is, hogy betesszük. Ezt is betesszük. Jó. És akkor gemet rakunk az egyik ancient cuccra. Mondjuk akkor már többre is teszünk. Azt mondja ancient. Na például erre rárakjuk a 110-eset. Augment. Ja, csak tudom már mi a gond. Ahhoz kell sok gem. Na nézzük azokkal, hogy állunk. Mennyi gem kell? 3 darab. Jó, akkor narancsárgát megpróbálunk átalakítani. Hogy is van? Ebből kell 9. Abból 3. És abból 1. Tehát akkor... kell még 24 ilyen. Azaz 48 ilyen. Pontosabban 51. Remélem, hogy jól számoltam. Úgy néz ki, hogy jól számoltam. Most kell olyan, hogy átalakítsunk gemet. Annak nem tudom, mi az ára. Convert gem, essence of akármi. Any gemből 9, akkor ezt nem is így kellett volna csinálni. Semmi gond, vannak még ilyen gemjeink. Azt mondja, piros. Na, azt mondja, hogy piros. Tehát akkor mondjuk, ja, abból a 24 ez jó, oké. Okay. És olyan essence-t hogy le, honnan lehet szerezni? A kis csaj árulja? A Act 2-n? Vagy hogy lehet olyan essence-t szerezni? Act 2-es kislánynál lehet venni. Oksa, köszi. Akkor ez is jól rémlett. Most mi van? Nem így kell csinálni? Akkor nem így kell csinálni. Akkor pontosan 9 kell. Lehet, hogy pontosan 9 kell. Jó.
pontosan 9 kell neki, akkor becsinálunk 3-at. Na nézzük. 9 vagy több, de nem engedtem. Ja, mert a field néztem. Hihi. Tehát akkor igazából az összes pirosat is átalakíthatjuk. Ja, csak egyesével csinálja. Aha, értem. Szevasz, Phoenix. Na. Ebből már, ebből aztán most már lehet alakítgatni. Nem tudom, mennyi kell mondjuk. 3. Ja, ez mondjuk pont nem, az. Nagyon jó, az. Most meg át. Ja, mert hogy pont 9-et alakított, tehát jó. Akkor hülyeség is volt amúgy felfejleszteni, mondjuk, de nem. De talán a másodikra érdemes lett, érdemes felfejleszteni. Jaj, na jól van. Azt mondja, hogy akkor ez 6 darab, azaz 2-szer tudunk augmentálni. Hát akkor egyet megcsinálunk. Mizu Phoenix. Bizony, bizony, pereg, pereg, srácok, a... A jó kis D3. Ó, basszus, hát magammal kell hozni azt a 3 gemet. Az utcsó oldal? Aha. Megjött az új tápod? Nice. Nice, nice. Megvárod az alaplaparamot a beszereléssel. Mm-hmm. Ja, mondtam, hogy nincs ebből chestünk. Ja, akkor ilyenünk is van, csak nincs a kockában.
Na, srácok. Conquest. Ez megvan. Akt 1 és akt 5 egy óra alatt. Ez nehéz? Set itemek nélkül 45-ös Greater Rift. Ez meg 6 mizé. Set bónusszal GR55. Aktájtől 5-ig egy óra alatt. Ja, csak nem vágom. Az annyira nem könnyű. Az splitelve könnyű. Ja, nem is, mondjuk nem. Nem splitelve, nem lehet splitelni. Ja. 8 set dungeon masterelés. Oké. Az megvan. Akt 1, akt 5, 1 óra alatt. Na várjunk. Ahhoz olyan build kell, amivel folyamatosan tudsz dashelni. Hát, mi gyorsak vagyunk, nem? Ja, látom, kell használni egy speckó vrisztet, ami ha itemet pusztít, vagy objectet pusztítunk el, akkor kapunk speedet. Azt mondja, hogy akár normál módban is meg lehet csinálni. Na jól van, hát akkor veszünk Adalától olyan vrisztet, hogyha tudunk. Hát elsőre nem akarta beadni. Semmi gond. Jó, hát akkor csinálunk. Hoppá. Na ez az. Ez az amúgy. És akkor még amit javasol az, hogy tegyük be a fírelős gyűrűt. Azt. Már ugye az is speed. Hát nem tudom amúgy, van még egy olyan izé is, hogy az ambust azt lecseréljük a Hot Pursuit-re. Na jó. És akkor annyi, hogy ezt úgy kell végignyomni, hogy hogy kell végignyomni? Ezt kampánymódba kell csinálni?
kampányba okosan. Van itt egy ilyen beállítás, hogy skipelni lehet a... Skipelje a auto skip cutscene. Ez valószínűleg hasznos. Jó, kampány. És mivel mindegy, hogy milyen nehézségen csináljuk, ezért normálon fogjuk. Na, se jön a Diablo 4 új szezonja? Aha. Emlékszem, mert hogy itt le kell menni. Nagyon kíváncsi vagyok, srácok. Nyilván rossz felé jöttünk. És akkor itt menni kell egy kört. Follow me. Uncle.
Hát én is nagyon rég csináltam már a múlt sztorit. Milyen normálon mész? Na mindegy, hogy milyen nehézségen csináljuk. De lehet, hogy magasabb szinten meg többen nem lenne, nem tudom. Ja, így itt kell dumálni. De az nem baj, hogyha hamar halnak. Vagy baj. Azaz, impéles buildnél szívás, hogyha gyorsan halnak. De nem azt csináljuk. Amúgy lehetne állítani a biadám, hogy jobban jöjjön a hétrid. Hát ez nem nyert. Hát ez se az. Any time spent purging these tombs of evil is time well spent. Mi? Akkor azt az eventet? Na várjál, akkor itt van még egy. Placed upon the Black King's head. I need something more than. How might I use? Yeah. Egy kicsit talán több hitridőnk lesz.
Nem erre kell menni. Basszus. Na, 10 percet csináljuk amúgy. Most amúgy mi van itt? Ja, meg kellett várni, hogy ide jöjjön, jól van. Find and kill Jondar. Na jó, akkor erre kell menni. Arra biztos nem amúgy. Jó, felmegyek. És pedig ez egy zsákutca. Nagyszerű. Na, szerintem ezt is megszívtam. Mert ott meg lefele kellett volna menni, mi? Csak meg lehet az utolsó helyen. Na, majdnem negyed óra volt ide elérnem. Not ready yet. At last, the crater.
Egy óra egyak lesz. Tehát. Hát ad lehet. De megpróbáljuk legalább. Durva, nem találom meg, hogy hol a bejárat. Hogy azt mutatná a bejáratot? Amúgy. Oké. És aktötig kell menni, Jesus. To your betrothed. Betrothed? Do I look like a married couple to you? But the tone of the American temple is not. You must be. I'm raised to break. Time.
Igen, meg, kiteket meg kéne válni. Nem tudom, amúgy ilyet nem ír annyira a quest, de oké. Biztos. Az valami event volt, amiben így belementem. Na, tehát 20 perc. Azt még mindig az első akton vagyunk. Mi? Nem ide kellett jönni? Ja, a Káin házához. Ja. Help me. It's horrible. She sucks the innards from her victims. No. It's too late. I hear her. The Spider Queen is coming. Spider Queen?
Ez egy event, nem? Aha, ez egy event. Szóval... negyed órán el kéne elkezdeni a kettőt amúgy. Hát igen. Innen most amúgy az hiányzik, hogy több legyen a resource. Hát ez bukója. Ez sajna bukó. Tehát 4 óra vagy 16 percnél. De most már akkor végigcsinálom akt egyet. Ha már itt vagyunk.
Úgy néz ki, hogy nem találtuk meg így a helyes irányt. Ez viszont lehet. Na hát, egy óra volt a fájt, és fél óra volt egy akt. Jó. Kétszer gyorsabban kell ezt teljesíteni. Shit. Hát akkor maradt az, hogy 45-ös gear minden settel, set dungeon mesterelés. Na, amúgy itt megszereztem ezt, de nem is raktam be. Na, szép munka volt. Nyom. Jó. És akkor a Guardianben van olyan, hogy 3 conquest, a Malta el 45 szak alatt. Jó. Hát akkor igen, akkor már csak annyi maradt. Igen. Szóval, hogy annyi maradt, hogy 3 conquest. És Malta elölés. Hát amit még meg lehetne csinálni, hogy megcsináljuk a többi szettel a Greater Rifteket. Meg a Set Dungeon mesterelést. És akkor még mindig van az, hogy... másik karakter felhúzás. Jó van, akkor elugrunk gyorsan Maltárhez. Ja, akkor már visszarakom a skilleket.
Szóval itt volt az ambush. Itt pedig a... A fene se tudja, mi volt itt. A trappes volt, igaz? Ja. Vagy nem is az volt. Ez volt a Kál de Vík. Mind, hogy Kál de Vík. GR45 set item nélkül. 6 set dungeon. 8 6 set dungeon van. Én nekem most az rémlik így hirtelen, hogy 8 set dungeon kell mesterelni. Nem? Az egy másik? De a 6 set item clearálni a GR55-öt könnyebb, aha. Dead is dead. Set item nélkül. Na mindjárt nézzünk akkor arra valamit. 6 set itemmel GR55. Küldtél Discordon egy buildet? Ja, hogy miket kell, aha. Ja, az avarice az megvan. Na nézzük. Multisát ott mondanak. Akkor Godspeed, mentünk egyet. Jaja, köszi. Higher skill damage növelés. Na nézzük. Szóval kell egy ilyen. És kell egy ilyen. Ez a nadrág, ez marad. Witching Hour-t javasolnak. Szétszedtem volna a Witching Hour-t. Semmi gond. Goldoshoz menni kell, de az megvan benn. Egy Hellfire amulettet javasolnak. Egy Cinder Coat-ot. Semmi gond.
Ja, az mondjuk pont hogy maradhat. Jó, amúgy ez is maradhat szerintem. Na kell, nézzünk valami random cipőt, biztos jó lesz random cipő is ide. Hát ha nincsen random cipőnk, akkor mindjárt csinálunk. Nem, azt nem akarjuk berakni. Fire cost damage csökkentőt javasolnak. Van itt egy olyan övünk, ami még jó lehet. Szétszedtem volna ezt a Hunter nevezetűt is. Basszus, én azt hittem megvan ez az öv. Na mindegy. Oké, akkor van még elusive ring is. Oké. És obsidian ring is van. Mage Fist, Cinder Coat, az így kéne. Vállasaink sincsenek. Nem tudom, amúgy megnézzük. Az a legdurvább, hogy tényleg nincs semmilyen vállasunk. Jó, így. Na. Armor. Goldball. Mi jó? De nincs cipőm. Lodgem az mi is? Az a lodgem. Amúgy ez az ötlet jó volt, hogy craftoljunk egyet. Korrupció. Legacy of Dream. Ezt nem vágom. Ja, értem. Tudom mire gondolsz. Az a Legacy of Dream az erősíti a dolgokat. Ez az. Ja. Ez menő. Hát amúgy, jó, akkor betesszük. Ja, ennyi volt. Akkor nem tesszük be ide. Akkor onnan kivesszük. Jó. És akkor átrakjuk a buildet. Azt mondja, hogy evasive fire. Az lesz itt. Fókusszal. Itt a multisát. Az arzenállal. Ugye ez kéne a fire damage.
Ide megy a vault. A tumble-lel. Aztán kell companion. A bat companionnal. És a preparáció helyére kell a caltrop. A bait the trap-el. Nagyon jó. És akkor ambush. Nagyon jó, nagyon jó. Ehelyére az Everness kéne. Ez a fatális damage. Hát jó, hogyha ezt ennyire akarják. Ide pedig a Trail of the Hunt. Ez a lassítás. Jó. Na megyünk egy 10-eset először. És mekkorát kell menni amúgy? 45-öset? Még úgy nem nyomtam el igazán a dolgokat. Ez a pálya amúgy elég szerencsés, tehát hogy itt van minden. Ja. És amúgy a Cube-ban még nem is a jó dolgok vannak. Jó. És azt mondja, hogy Convention of Elements. Na megyünk rögtön a 20-ra. Ez lehet, hogy fájni fog. Na, megészségedre, démonértó. Nem, fél óra alatt lett meg az első akt, az meg nagyon rossz. Tehát negyed órás. Tehát legalább negyed óra kell. Mert hogy negyed óra az optimális.
Jó, ez a 20-as is nagyon jól megy. A loadigen miatt könnyű? 20 per 20 azt mondja. Set item nélkül. Ez az ölónos pedig... jelz, hogy 15. Ja. Ja, hogy ennyivel növeli a sebzést egy-egy upgrade. Aha. Az kemény. Az kemény, mondjuk. Az kemény. Na, mert a 30. 35. Ugyan ez már itt sok lesz. Nagyon király, hogy ezt a pályát adja amúgy. Egyben 4%-on vagyunk most. Nem kell időre. A lényeg, hogy meglegyem. Szevasz, Geri. Jézusom, hát mennyi robbanás. Na, első pályán 91%, ennek örülök. Pontosabban. Jó, hát ez itt meg már meg is lesz. Jaj, na nézzük, 48%. Your valor is
És akkor ami meg lett, az a... Igen, hogy 25, a 30, meg a 35. Swagger like us. És akkor 40-et kell. Igazából elég 30-osokat futnod, amíg nem lesz 35-ös a gem, mármint gondolom 25. Aha, jó. Jó, hát végül is csinálhatjuk ezt is. Felhúzunk gyorsan. Az még hány menet? Jaj, most lesz 16. Akkor még 3. Ezen kívül. Empowerelni is lehetne végül is, igen. Úgy mindenkinek közben sáncok hagyjálni. Ja, mehetne a fizetős gear, a pay to win. Van valahol egy denevér. Nem tudom, hogy hol hagytam, de nem öltük meg. Na, nem tudom, hogy hova tűnt a denevér. Itt spónolt le, de eltűnt. Na mindegy. Négyessel 100%-a 25? Uh-huh. Nem baj, jó ez. Nem? Ez igen, 6 millió. Nem nagyon mentem még szerintem ilyen Empower Diff-et, talán amikor bejött. De most is azon, hogyha nem alok meg, akkor plusz egy szint, akkor szak. Ezek szerint nem alok meg, akkor plusz kettő. Aha, így plusz kettő. Menő. Nagyon durva amúgy ez a multisatos build. Így megyek, aztán annyit látok, hogy csak így nő a százalék.
másik irány. A lila gem az sokat segít, azt mondta Ben. Megnézzük így, amúgy, hogy mennyire fogja adni. Ja, durván megnöveltem ugye a sebzést, ilyen 300 milliókat nem láttam amúgy eddig. Vannak olyanok, akik szetetem nélkül loadbader nyomják, durva damage-eket lehet vele osztani. Ha, komoly. Nekem ez kimaradt, ez a lodozás, szetetem nélkül játszás. Úgyhogy már csak ez is például ilyen új élmény. Szevasszok a rádió, Mizu is. Jó. 60% volt. De beadta. Jaj. Na jól van. 100%. Hát, jóló, amúgy. Opa, az rossz helyre ment. Regne a munka, de nincs kedv. Hát, kitartást. Mi az, ami itt fagyaszt? Ó, itt van egy fa. Szemes JK. Ó, basszus, hát
amikor nyomtok az előző köröket, tök jó pályát kaptam. Ezek meg ilyen izé. Ezek nem tetszenek. De ne elégedetlenkedjek, ne? Aki fogytunk. Most éppen valószínűleg olyan elementet boostolt a Convention of Elements, ami nagyon gyorsan inasba rakta a pakkot. A Farming Simulator az nálam olyan, amit így még majd egyszer ki akarok próbálni. Az a izé volt. Mi van a lighting előtt egyébként? Hát az már csak pár hét a Cities 2. A Fire van? Ja, hát akkor az azért, mert Fire-os a multisatunk. Hozza a boss-t. Ott is van. Ott is van. Is van. Köszi szépen a tippet, a javaslatot. Na, azt mondja, hogy meglettad a tria. 45-ös szóló, ugye ez Conquest. Na várjál. Ja, ott az avarice. Oké. Okay. És akkor kell még egy. Amire azt mondtuk, hogy... Hot Set Dungeon. Mert hogy 6 izé. 6 darab GR55. Különféle szetekkel, és akkor ehhez kell felhúzni egy másik karaktert. Tehát akkor most meg kéne csinálni a DH-val, amit lehet. Nem tudom, hogy itt most itt hány szet van, tehát akkor itt 5 van a DH-nak? Vagy 4? Mint amennyi set dungeon? Ja, már csak 2 kell. Mármint, hogy már csak 4 kell, igen, mert 2-t már megcsináltunk. Amúgy, ezt is amúgy megcsinálnám. Minden szett ott van? És hány szettje van a DH-nak? 4 vagy 5? Öt. Ja, mert hogy 4 szett dungeon van, és akkor 5 szettje van. Ja, hát akkor mindenféleképpen kell a monkkal játszani. Na, de most már... Most már a Conqueror-t is be tudjuk gyűjteni. Ez plusz egy stash tab.
És akkor már csak a Guardian van, ahol kell a harmadik Conquest, amihez pedig kell egy új karakter. Amihez kell egy új karakter, de előtte még azért annyit megcsinálunk, hogy összerakjuk a többi szetet. A másik hármat, és akkor azokkal is játszunk. Egy jó kis tarrasa. Gad, Anhalo, Shadow, Marudai és Natalia. Na jól van. Akkor ez kuka. Az is kuka. Az megy vissza szépen. Lava ide. Ez oda. Az oda. Cindercoat az azt hiszem ott volt. Ez nem is Cindercoat, hanem Goldskin. Monka legfeljebb 8. Miért pont 8, Scott? Kukázott legókkal voltál? Hát 3 volt az, ami így gyártott. Nyolc óra munkkal, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Á, értelek. Young, van egy újabb Youngunk. Ja, csak a miénk az jobb. Jó, amúgy itt innen most mindent törünk. Amúgy nem tudom, miért így pakoltam vissza magam, hiszen tudnék nyomni egy olyat, hogy Godspeed, equip. Rank up, hold the line, this hamlet shall not fall. Hoppácska, szervusztok, Siriusék, üdv mindenkinek. Mizu is. A változatosság épp ma is Minecraft volt. Szóval még egy Conquest. Jaj, basszus. Oké, akkor nézzük, hogy milyen buildek vannak még. Variety? Na. És volt haladás. Azt mondja, Shadow Impale, God Hungering Arrow, igen. UE Multishot. LOD Rapid Fire, aha. UE Hungering Arrow, Marauder Sentry és Natalia. Na nézzük csak. Aha, ezt ki kell próbáljuk, ez az UE az Unhallowed Essence, igen, a support az gados. Itt van még egy Unhallowed Essence, viszont ez Hungering Arrow-s. Nem tudom, melyiket kéne kipróbálni. A multisátosat, vagy a Hungering Arrow-s. Mondjuk ahogy látom, a Hungering Arrow-s is multisátos. Ja, csak nincsen strafe. Hát nem tudom amúgy. Az egyikhez Dawn és ez a Ciri Satchel kell, a másikhoz pedig ez a Young meg a Deadman's Legacy. Amúgy
Szerintem legyen izé, Unhallowed Essence, múlt is áttal. Bár ahogy látom, a Hungering Arrow-sat könnyebb lenne összerakni. Több hozzá az item. Tehát, hogy ahhoz craftonom kéne egy Captain Crimson's skill akármit. Viszont ez a multisátos, ez meg hasonló lenne, mint amit az előbb csináltam a loddal, nem? Ahogy nézem, a Marauder, az is Young-gal működik. De a Marauder hogy Young-gal működik? Azt mondja, hogy a Young multisát attack 50%-kal gyorsabb és növeli a sebzését 200%-kal. De nincs is multisát a buildben. Itt mi lehet a... Mi lehet a trükk? Itt mi lehet a trükk? Jó, ezt nem vágom. Natalia. Amúgy, ha már itt vagyunk, a Gádnak van set dungeon-e, vagy az az, aminek pont nincs? Most kacok. A Gádnak nincsen. Egy, két, há. Ja, valamiért negyedik szetet kerestem, de az nincsen. Na jól van, akkor nézzük meg ezt a Hungering Arrow-sat, mert ehhez van így a legtöbb mindenem. Azt mondja, kezdünk egy sapkával. Jön egy vállas. Jön egy kesztyű. Egy chest. A nadrág az marad. Az öv is marad. Az egyik fegyver marad. A spawn nincs meg. Az hogy lehet, hogy a spawn... És nincs meg. Ja, hát ezt ki tudjuk gamble-ozni. De valamire az volt, hogy az úgy megvan. Ja, itt nincsen. Jó. Fate smiles and do come back again. Ooh, that's nice. Can I have it back? Hát amúgy még belefér. Can't carry any more. Ja, valószínűleg... Hát, amúgy valószínűleg azért dobtam ki, mert hogy már benne volt a kockába. Jó, hát akkor átalakítjuk. Csinálunk egyet.
Na, úgy néz ki, már lassan mindenből ad Ancientet. Oké. Tehát gyakorlatilag minden dob, csak azt nem. Oké. Hát meglepődtem volna, hogyha most beadjam. Ja, és el is fogytunk. El is fogytunk. Jó. Ja, akkor tudunk craftolni? Nem is tudunk craftolni. Mert hogy eljátszottam az alapot. Jesus! Jó. Van-e más build, amit ki tudunk próbálni? Amúgy van. Hát... Olyan Crimson cucc kell. Hát egyet tudunk craftolni. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Na olyan, holiból van. Jó. Hát akkor ezek a cuccok mennek vissza. Azokat szétszedjük. Hát ez... szívás. Ez szívás. Jó. Most menjek izéket, Greater Rifteket. Jó, megyünk egyet. De most ez így nincs kedvem. Inkább akkor... ízét csinálnék. Inkább akkor már húznám a monkot. Valaki tud dobni egy jó kis fejlődős buildet a monkhoz? Szarul Shadow Heaven. Jó.
Inna build-el jól fejlődünk. Az innánál van az, hogy sok spirit megy veled, igaz? Aha. Amúgy mindent lootolni kell. Köszi. Az a jó, hogy gyorsan lehet így izé kadalát farmolni. Mondjuk sárga cuccokat ettől függetlenül nem szerzünk. Azt a Visions of Amity-val lehetne. Mennyi mob basszus. Valahol egy elit pakot elhagytam. Az előzőhöz képest lassú volt. Nem, ez nem az a kvívár, ami nekünk kell. Gondolom, ha előről fogjuk kezdeni, akkor nem lesz ekkora a sebzés, mint most, S1-ben. Nem S1-nek fogják hívni, valamelyik régebbi szezont fogják újra berakni, nem feltétlenül az elsőt. Na. Ja, hogy ez a kérdésed, hogy az S1-es sebzés lesz most is? Nem hiszem. Mármint így a következő szezonnal. Na, az a kérdés, van munkunk, de nem HC-be akarunk játszani. Hanem velem. Kérdés, solo self-found esetén a karaktereknek azért osztott a lootja, vagy nem?
Mit tudtok erről, srácok? Az SSF-ek között igen. Na, hát akkor Rebirth. Jó. Azt hittem ez olyan lesz, hogy leírja majd, hogy mire érdemes átrakni a képességeket, meg ilyenek. Mármint, hogy így a, ahogy fejlődünk, mire pakoljak. Jó. Akkor megyünk. Szia, ellenség. Ja, mondjuk segítőt azért hozhatnék. Kicsit könnyebb úgy fejlődni. Hoppá, azt nézzétek. Szóval könnyebb azért úgy fejlődni, hogy vannak paragon pontok. Pörgőrúgás. Pörgőrúgás. Van deadly reach-ünk is most már. Ja, meg igen, le tudjuk szedni a level requirement-et, igen. Például az is van. Jaja, ilyen. Na, még 10 enemy. Van a kányészet? Most meg most az úgy nem rémlik. Az úgy nem rémlik most. Tube-ba is tudunk pakolni, tényleg?
Tényleg. Mert a kétszeres sebzés amúgy. Vagy resource gen is amúgy jó. Convention of Elements nem biztos, hogy még jó most. Mert a Squirt. Van XP növelő set. Ja, ez az, aha. Hopp, hirtelen már ezreket csapunk. Lehetne följebb vinni a nehézséget. Ja, látom, hogy van másik Káin. Tényleg még pet is kell. Van egy olyan sanda gyanom, hogy nem ebbe az irányba kell elindulni. A banner az is 10%? Ja, hát ez nem erre kellett jönni. Leggyorsabb, hogyha visszaportolunk. Amúgy... Hol van a movement speed? Ja. Az együtt van a dex-szel, akkor mindegy. Tetszik amúgy, hogy a kezdeti nehézség, ami volt a DH-val, az itt nincs. És nem azért, mert Monk, hanem mert ugye halt. Na, közben kaptuk a dash-t is. Most már két... Ja, csak egy passzív. Na jó.
Tempestás. Jó. Nagyon durva itemek vannak itt nálunk. Jó. Nagyon szerettem így dash-elni. Most még nincs átjáró portál, vagy most valamit benéztem, és kacok. Ja, hogy élt még enemi. Ez egy nagyon jó dash volt. Pont a sehova dash-eltünk. Az első legó. Na, hát a második legó. És most már a sokadik legó. Feel the Wrath of Ethan. Most már megszaladnak itt a dolgok. Annyi, hogy ezt ki kell dobjuk. És akkor a többit azt össze lehet törni. Az Axe-ot az gyorsan ID-zzuk. Hogy templára játszok? Hát... nem tudom, amúgy... nem tudom, mivel kell játszani. A mágust mondják sokan, de azt még nem néztem meg. Vagy mi enchant lesz, vagy hogy hívják. Melyikkel érdemes amúgy menni? Igen, én azzal csak szoktam csak azt hittem, hogy... ja nem, én nem vágom, hogy kivel kell nyomni, de azt hallottam, hogy az Enchantress-szel érdemes. Hát persze.
Hát lecserélem amúgy. Kritet ad meg attack speedet. Ó! Oh. Most ezt így nem nézzük jobban át. Mindent veszünk, most mindent lootolunk. Mindenkit ölünk, mindent lootolunk. A lakatost hagyom a földön, de hát nem. Nem hagyom. Ja, mondjuk, ja, értelek. Nem tudom mi, 13-as a szint követelmény, úgyhogy nem baj, hogyha most nálunk van. Jesus, sok szemét. Na már jönnek a deathbreath-ek. Ezt már szeretem. Hát még vissza kell menni, úgy néz ki. Rádeseltem a bosszra, azt meghalt. Kemény. Mondjuk ezeket valószínűleg nem kéne felvenni. Most hazamegyünk ugyanúgy Tristramba. Amúgy lenyomjuk ezt a Vision-t és akkor ennyi. Ennyi mára. Ez a rángatás, aha. Örülök azért, hogy sárga cucc is már esik. Hoppá, kétkezes kard.
Mennyi matin van? Nagyon kevés. Mármint sárga. Sárgából nagyon kevés. Ja, a másikat kell megnyomni. Abból 3 meg 4000, úgyhogy kb. Csak a sárgát kéne most szednem. Na hát ez nagyon jó dash volt. Kár, hogy kétkezes az a kard. Ó, igen. Új, azt mondják. Hogy hülye gemek vannak itt most. A kard az jó az Enchantressnek? Ja, csak kétkezes. Azt gondolom nem jó neki. Kétkezes. Kétkezes kell neki? Na. Hát akkor odaadjuk neki. Nice. Staff vagy kétkezes kard, aha. Amúgy ezeket is fel lehetne venni, nem tudom miért nem klikkelgettem. Na azt mondjuk pont nem. Jó, ez lesz a végem. Ja, az a hülyeség talentet adni neki, bár nem tudom, hogy melyiket érdemes. Ugye megnézem, mik vannak. Ja, megyek. Ez itt a vége, Connor, úgyhogy mindjárt megyek ebédelni. Aztán nyomjuk a Starfieldet, ugye? Ja, Starfield. Magnificent. Na vajon mennyi cucc lesz itt? Hát jobb, hogyha visszamegyünk.
Charmol enemit, meg Guided Orbot nyom. Mert a sebzés, nem kell charmolni. Na, ez itt a búcsú láda. Ez jó volt. Na hát a 16-os szintig sikerült eljutni. Srácok, legközelebb folytatjuk. Legközelebb folytatjuk a fejlődést. Charm is jó, mert tudod ülni a ami charmolt enemy, de ő is süti a többieket. Uh-huh. Hmm. Na jól van. Skacok. Egyetlen egy dolog hiányzik a Guardianból, hogy meglegyen ez a Season Journey, az pedig nem más, mint a három Conquest, ami három Conquesthez kell, ha minden igaz, ugye puskázunk. Nem itt kell. Achievementeknél is mondjuk meg tudjuk nézni. Amiből megvan ez az avarice, megszereztük a The Thrill-t is, és a következő pedig az lesz, hogy... Hogy? Ez. A Years of War még kell 4 set, amivel lenyomjuk az 55-ös solo riftet. Úgyhogy még ezt megcsináljuk, és akkor kész lesz a Journey, és hogyha az kész lesz, akkor vége lesz számomra a Diablo Season 29-nek. Menő lenne amúgy megcsinálni az összes set dungeon-t, de vannak más játékok is, amikkel foglalkozni kell, meg hát lassan Diablo 4. Úgyhogy innen folytatjuk legközelebb, remélem élveztétek.